A parlament által elfogadott önkénytörvény végső változatát is elutasítjuk, írta több civil szervezet közös közleményében, miután a parlament elfogadta a szuverenitásvédelmi törvénycsomagot. Hozzátették, a jogszabály nincs összhangban az alkotmányos, nemzetközi és európai uniós kötelezettségekkel. A stúdióban Martin József Péter. A Transparency International ügyvezető igazgatója, és mint ilyen valószínűleg érintett a szuverenitásvédelmi törvény által. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert a Transparency kap külföldi forrást, ha jól tudom, vagy kapott biztosan. Folyamatosan kapunk külföldi forrást, de mi ezzel a gond? Semmi. Én kérdezem, mi ezzel a gond? Hát ezt a kormánytól kell megkérdezni, hogy mi a gond ezzel. Én szerintem abszolút semmi. Magyarország tagja az Európai Uniónak, és vonatkozik rá a 4 szabadságelv, az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. Ebben benne van a tőke szabad áramlása, és benne van az, hogy külföldről is lehet támogatáshoz jutni. Hozzáteszem egyébként, hogy ezekhez a támogatásokhoz projekt alapon jutunk hozzá, és nem pedig adományok révén. A törvényszövegéből az kiderül, hogy ez... Na, de azt akarom kérdezni, a törvényszövegéből kiderül, hogy van ezek között különbség, vagy nincs? Nem derül ki. Itt a törvény alapvetően, és ugye nem véletlenül nevezzük ezt önkényvédelmi törvénynek, megbélyegzi azokat a szervezeteket, legyenek azok politikai pártok, vagy civil szervezetek, vagy akár a szabad sajtó megmaradt orgánumai, amelyek külföldi támogatást kapnak, de a törvény sajnos ennél tovább megy, mert bekérhet mindenféle adatot a szuverenitás védelme címen, és bekérhet szerződéseket is ezektől a szervezetektől, intézményektől, médiumoktól, és azt gondolom, és mi a Transparency International-nél és más civil szervezeteknél is azt gondoljuk, azt vélelmezzük, hogy ez alaptörvényellenes egyrészt, másrészt pedig alapvetően ellentmond az Európai Unió normáinak, ahogy már említettem, például a 4 szabadság elvének. Tehát én egészen biztos vagyok abban, hogy ez a törvény előbb vagy utóbb, én azt remélem, hogy előbb, az Európai Bíróságon landol majd. Önök például tesznek ezért lépéseket, hogy ez így legyen? Mindenképpen, nyilván egyeztetett lépésről lesz szó a többi civil szervezettel, de egészen biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk támadni ezt a jogszabályt. Előbb Magyarországon. Előbb az Alkotmánybíróságnál, igen, hát ott ugye azért érmes reményeink nem lehetnek a közelmúltból, közelmúlt tapasztalataiból adódóan, és ha ez nem megy, akkor pedig az Európai Uniós fórumokon, és én egészen biztos vagyok abban, hogy az Európai Bíróságon végső soron ez a törvény el fog vérezni. Még a törvényen kapcsolatban egy utolsó kérdést engedje meg, az teljesen világos, hogy mi módon avatkoznának Magyarország szuverenitási törekvéseibe mondjuk a Transparency-nél bele? Külföldi vagy hazai forrásból, mindegy, hogy hogyan. Hogyan? Ugye mi semmilyen módon nem avatkozunk bele, azt viszont állíthatom meg a többi civil szervezet sem, tehát mi a demokráciát védjük, a jogállamiságot védjük, küzdünk a korrupció ellen, a más civil szervezetek ugye elsősorban az emberi jogokért küzdenek, tehát mi semmilyen módon nem veszélyeztetjük Magyarország szuverenitását, éppen ellenkezőleg mi Magyarországért dolgozunk. Mi azért dolgozunk, hogy ez az ország végre élhetőbb legyen, és ne ilyen vitákon, ilyen teljesen abszurd, felháborító és elszomorító vitákon kelljen részt venni a kormánnyal, amelyik arról szól, hogy hát valakik azt gondolják, hogy mi Magyarország ellen küzdünk. Nem, mi Magyarországért küzdünk. De értem a kérdését, az inkább arra vonatkozott, hogy magában a jogszabályban ez pontosan le van-e írva, nincs leírva egyébként. Azt gondolom, hogy emiatt is alaptörvényellenes lehet. Tehát ez elég jogszabály... ahhoz, hogy valaki azt gondolja. Így van. Tehát hogy az, ugye a jogszabály úgy fogalmaz, hogyha a majdan fölálló szuverenitásvédelmi hivatal munkatársai úgy gondolják, hogy valaki sérti a szuverenitást, akkor hát bizonyos lépéseket tehetnek, megbélyegezhetik ezeket a szervezeteket, vagy adatokat, szerződéseket kérhetnek be, de nincs megmondva, hogy ez egész pontosan mit jelent. Tehát nincs taxatíve felsorolva az, hogy milyen módon sértenénk meg a szuverenitást, és hát azt gondolom, hogy ez teljes nonsens. Igazgató, az a könyv, az például árt ennek a szuverenitásnak? Hát meggyőződésem, hogy nem árt, azért készítettük, ahogy mondtam is,
hogy Magyarország egyszer egy jobb ország legyen, és már a NER utáni időszakra készülünk, és ezért a fehér könyvben 6 olyan átfogó tanulmányt és interjút közlünk, amelyik azt vázolja, hogy hogyan is lehetne kitörni a rendszer szintű korrupcióból, és hogyan is lehetne Magyarország egy demokratikusabb és egyébként prosperálóbb ország. Ezek minták, amiket itt felmutatnak? Ezek tulajdonképpen ugye a nemzetközi szakpolitika alkotásban létezik az úgynevezett white paper, ezért nevezzük ezt a könyvet fehér könyvnek, mutatom is a nézőknek, fehér könyvről van szó, tehát a nemzetközi példákon felbuzdulva készítettünk egy ilyet, és 6 területen, tehát az igazságszolgáltatás, a gazdaság, a közbeszerzés, a közpolitika, a társadalmi részvétel és a média területén nézzük azt meg, hogy milyen elveken és konkrét, egészen konkrét, akár kormányprogram mélységig lemenő intézkedéseken kell nyugodnia egy új Magyarország megteremtésének, egy olyan intézkedés sorozatnak, amelynek a révén ez az ország jobban megfelel majd a demokratikus elvárásoknak, és jobban szolgálja majd a polgárokat, és nem pedig csak a hatalmi elitet. Ez van a könyv első felében, a második felében pedig 10 jó gyakorlatot közlünk, ahol nem ellopták az uniós pénzeket, hanem hatékonyan és átláthatóan felhasználták. Van ilyen is egyébként. Mondjuk 60 ezer projektből találtunk 10-et, és ezt is nagyítóval kellett keresni. Nem már, 60 ezerből 10-et? Hát ugye nem néztük át az összes 60 ezret, de azt kell, hogy mondjam, nagyon nehéz volt 10 ilyen jó gyakorlatot találni. Az Európai Bizottság megfelelő főigazgatósága volt a segítségünkre, illetve más forrásokból is kaptunk ilyen ötleteket, és ezt is hitelesítette az Európai Bizottság. Egy utolsó álnaív kérdés a végére, a kormánytól kaptak-e ezt a támogatást? A kormánytól nem kaptunk. Az Európai, ahogy már említettem, az Európai Bizottság sokat segített ebben az ügyben, illetve a Holland Királyság Követsége is támogatta a kötetet. Igazgató, köszönöm szépen. Martin József Péter, a Transparency International ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Emília jön, Krug Emília és az Aktuál. Szervusz, Emília. Így van, szervusz, Egon, köszöntöm a nézőinket. Hát folytatjuk a ti témáitokat, mert hogy mi is a legfontosabb hírekkel fogunk foglalkozni, és így mi is azzal fogunk kezdeni, hogy az a bizonyos uniós pénzcsap most tényleg érdemben kinyílik, nagyon úgy tűnik. És ezzel a bizonyos Orbán Viktoros Mandineres interjúval is fogunk foglalkozni, amiben talán az ikonikus mondat az lett, hogy az én tervem nem az, hogy ott hagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk Brüsszelt, már hogy ez egy idézet volt Orbán Viktortól, és majd megmutatunk egy elég speciális, hát nem karácsonyi, de azért egy igazi fotóalbumot, amit egy német zöldpárti EP képviselő Daniel Freund, aki hát az Orbán kormánynak nem túl nagy barátja az előzmények után, állított össze, és a közelgő magyar tanácselnökség különleges pillanatai címet adta az összeállításnak. Ez egy ironikus cím, mert hogyha fellapozzuk, és ő fellapozta, és ezt majd mi is megmutatjuk, akkor azokat a szerinte autoriter vezetők takarja, akikkel Orbán Viktor és Szijjártó Péter találkozott, ahelyett, hogy az uniós értékeket építenék. Na ez lesz az adásnak az első fele, a másodikban pedig mi is fogunk majd foglalkozni a választási törvény módosításának a fejleményeivel, következményeivel, és hogy akkor Lázár János most éppen kinek intézett hadat, kit hívott ki, mert ugye a Kontinentáról szólt egy eléggé erős Facebook posztja. Mindez tehát jön Holoda Attilával, Tetlák Őrsel és Trippon Norbertán, nem sokára kezdünk. Ulyás Gergely mondatát idézném itt a végére. Zelenszky azért ment el Argentináig, hogy találkozzon Orbán Viktorral. Így vagyunk mi itt. Emília, köszönöm szépen. Örülök, hogy lesztek, és lesz mire figyelni a következőkben, és tegyék ezt önök is, és aztán holnap este meg én remélem, hogy figyelnek rám megint, mert jön az egyenes beszéd. Viszontlátásra, jó éjszakát!